Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatódik Sportlegendák Székesfehérváron sorozatunk. Mai vendégem Kovács Zoltán, kajakkenu világbajnok. Üdvözlőle. És egy legenda. Szervusz, Zolikám. Hol volt, hol nem volt? Így már a műsor előtt beszéltünk róla, hogy egyszer csak megjöttek a Münich Ferenc általános iskolába olyanok, akik azt mondták, hogy fiúk, lányok, lehetőség nyílik arra, hogy kipróbáljatok egy olyan sportágat, ami Fehérváron, ha úgy tetszik, jószerivel ismeretlen volt, és ez nem volt más, mint az a vízisport, ami rengeteg legendával büszkélkedhet Magyarországon, és ráadásul remek otthonra talált Agárdon, ugyebár a velencetavi vízisportiskolában. Ez nem volt más, mint a kajakkenu. És akkor az a csapat elindult a maga útján. Melyek voltak ezek az első lépések, Zolikám? Így van, 1975. szeptemberében jöttek toborozni, és akkor közvetlenül én még nem jelentkeztem, hanem az osztálytársaim jelentkeztek, akik egy 2-3 hét múlva nagy örömmel mondták, hogy hú, milyen jó is ez a edzés lehetőség, és hogy busszal mennek, és hogy onnan indul a Münich lakótelepről, és hát próbáljam ki. Én aztán ki is próbáltam, és akkor volt egy nagy felvételi, akkor még 4 busznyi gyerkőc ment le, és abból csak 2 busznyit tartottak meg, és elég komoly fizikai tesztek voltak, futás, gimnasztikai gyakorlatok, erőfelmérés, kötélmászás, fekvőtámasz, hasizom, mindenféle egyéb ilyen fizikai megpróbáltatásokon vettünk részt, és aztán kiválasztottak közte engem is. Igen, csak az érdekes volt, lehetett a szituáció, hiszen ahogy bevezetőmben is mondtam, én azt gondolom, hogy a kajakot, a kajakkenut, általában a vízisportokat Fehérváron nem nagyon űzték akkor. Te például tudtál úszni, vagy csónakban ültél már evezővel a kezedben? Addig életemben egyszer ültem csónakba, a nagybátyám vitt el egyszer horgászni, és akkor nekem olyan hihetetlen nagynak tűnt ez a velencei tó, tehát olyan gyerek fejjel, olyan végtelennek tűnt, és ezek az érzések akkor vissza is jöttek, amikor először aztán következő év tavaszán, ilyen május környékén, már nyárba hajlott, akkor ugye én meg is próbálhattam, hogy akkor beültem egy kajakba, és olyan hihetetlen nagynak tűnt, és mondom, én soha nem fogok elérni mondjuk Dinnyési Gagárdról. De aztán ez az évek alatt ez az érzés azért eléggé megkopott. És hát visszatérve, igen, a kérdésedre, nem volt olyan, hogy én nagyon hallottam volna, hogy mi ez a kajakkenu. Nekem csak az érzés jött át a srácok elmondása alapján, hogy ez egy jó kis csapat, itt jó lenni, és tényleg nagyon odafigyelve, nagy szeretettel fogadtak minket ott, akiket ugye előzetesben, ahogy elmondtam, már kiválasztottunk. Tehát olyan nagy volt a keletje, hogy nem is tudtak mindenkit akkor felvenni, hanem hát erőteljesen a fizikai felmérések alapján szelektálták, és a jobbakat vették fel a lányokból és fiúkból is. Tehát ugye fizikálisan tökéletes állapotban voltál, mondhatjuk, a korodhoz mérten. Hát igen, annyira hadd büszkélkedjem el, hogy abból a 4 busznyi gyerekből én voltam a leggyorsabb futó, és aztán, amikor már kajakoztam, akkor az Arak akkori edzője egy ilyen mezei futóversenyen meg oda is jött hozzám, amikor a magyar bajnokát megvertem kint a mezei futóversenyen itt Fehérváron, hogy ugyan menjek már futni, mondom, köszönöm szépen, én már jól vagyok kajakosnak. Igen, tehát fizikálisan rendben voltál, igen. Viszont ez egy abszolút, kevesen hiszik és tudják, ez egy abszolút technikai sportág. Tehát kell hozzá fizikum, az tény, még hozzá kiváló erőlét, igen. De a technika mindenek felett. Hogy lehetett megtanulni a technikát a kajakban? Ezt kérdezem azért, mert nekem nagyon sok evezős osztálytársam volt, többek között az akkori legendák, ugye Ódor Lajos, Südi Pista, Nohta Imre, Sasvári Csilla, két kollégám a médiacentrumban, Gógán Ildi,
Tehát egy nagyszerű csapat, ők evezősök voltak, és minket egyszer, nem voltam én magam sem ügyetlen, de beültettek egy olyan evezős versenyhajóba, igen, és nem mentünk semmire sem. Tehát beborultunk, maradjunk ennyiben, pedig az is nagy művészet. Tehát hogy lehetett megtanulni olyan szinten gyorsan-gyorsan a technikát, hogy aztán az eredmények jöjjenek? Tehát tehetséges voltál, az gyorsan kiderült? Inkább azt mondanám, hogy kitartó voltam, szorgalmas az első időszakban, és aztán a megfelelő ember, megfelelő útmutatása alapján sajátítottam el azt a technikát, ami nekem aztán a legjobban bejött. Az első időszakban még csak az volt, hogy amit próbáltak belénk súlykolni, azt a fajta mozgást a tudásom szerint elsajátítottam. Nem volt a legszebb, de én azt gondolom, hogy a hosszú karjaimnak és a viszonylag jó állóképességemnek köszönhetően a szerényebb technikai tudást ellensúlyozta az a fizikai felkészültség, amivel már eleve érkeztem, illetve az edzések során magamra szedtem. Aztán a nagy áttörés 13-14 éves koromban volt, amikor Dunai mesterhez kerültem, Pista bácsihoz, és akkor kezdtünk el egy újfajta technikát a 80-as olimpia után magamra erőltetni, ami aztán meg is hozta a várt eredményt. 81-ben első éves ifiként ifjúsági válogatott is lettem. Igen, ezzel. És ráadásul az IBV-n még volt ilyen, kérem szépen, az ifjúsági barátságverseny, ez a szocialista tagországoknak, igen, volt, Varsavi Szerződés és Társult Tagországainak volt egy ilyen versenysorozat. Egyébként ez egy remek próba volt a fiataloknak, én azt gondolom, hiszen aki ott, igen, jól szerepelt, az előtt, ha kellően kitartó volt, és a tehetsége is megvolt hozzá, már pedig az megvolt, nyitva állt a kapu. Ez így van, nagyon jól látod. Az egy nagyon nagy erőfelmérő volt, ugyanis országonként két hajóegység indulhatott, és akkor a vezető kajakos államok, országok, ugye a Német Demokratikus Köztársaság, az NDK, a nagy szovjet csapat, elég erős. Jugoszlávia nem különben. Igen, igen. Még akikkel nagyokat csatáztunk az időtájt, a csehek voltak nagyon jók, illetve a lengyelek. Tehát ez a 4-5 ország volt, aki jelentősen bele tudott szólni a dobogós helyezésekbe. És én azt gondolom, hogy a felkészültségünk azért az már megmutatta, hogy nekünk ott a ifjúsági barátság verseny, illetve a későbbi nyílt Európa bajnokságon, mostani közkeletű nyelvén ifi világbajnokságon már nagyon jó helyezéseket, igen, tudtunk elérni. Igen, és én azt figyeltem meg, hogy soha nem lettél egyes menő. Ennek mi volt az oka? Mindig páros, négyes. A páros azért egy jó ideig az előnyt élvezett, aztán a négyesnél meg jószerivel minden nagy eredményedet, majd erről ugye később beszélünk. Hogy alakult ez így? Érdekes, igen, én is sokat gondolkodtam rajta. Ugye a válogatási elv az volt, hogy egyesbe is ott kellett lenni. Voltak olyan versenyek, amikor én még a Gyulai Zsoltival és a Csipes Ferivel Késhegyre menő csatákat vívtam még ifibe, és még volt olyan verseny is, hogy a 470 méterig én még a Gyulai Zsolti előtt kajakoztam az Újpestélből be egy ifi válogatón. Csak az utolsó 30 méteren a Újpestélből egy kiszámíthatatlan versenypálya volt, jött valami olyan hullámzás, ami engem megzavart, kizökkentett a ritmusból, és aztán a Zsolt így becsúszott elém, és így második lettem a Zsolt mögött. És aztán az évek előre haladtával valahogy egyre jobban éreztem a csapathajóba való tartozás érzését, és ott egy idő után én úgy éreztem, hogy egyre jobb teljesítményt tudok nyújtani, jelesül ugye Fidel Laci mögött. Már az első összeülésünkkor olyan fantasztikus teljesítményt nyújtottunk, hogy az ifi mezőnyt 2,5-3 hajóval megvertük ezren,
500-on meg másfél-két hajóval, tehát egyszerűen nem volt ellenfelünk az itthoni ifi mezőnybe, és utána még az első éves felnőtt. Tehát a Laci adta a ritmust, te meg toltad, igen, mint a távira. Igen, tehát nagyon jól összepasszoltunk, és aztán azt mondtam, hogy Laci annyival jobb klasszis volt, hogy akkor fölösleges ő vele állandóan csatározni, hanem inkább a technikámat is, és a lelki berendezésemet is a csapat hajó alá rendeltem. Ha már egyszer szóba került, ugye Fidel Laci ugyanitt ült, igen, ahol most te, és neki ez egy kulcspillanat volt, amikor Győrből megérkezett. Egyrészt azonnal barátságot kötöttetek, másrészt ugyanazt az elvet vallottátok, tehát a munka mindenek felettiségében hittetek, másrészt a mesternek ugyanúgy kedvencei voltatok, de nem kivételezett veletek, abszolút, hanem nem azért, mert látta a tehetséget, a szorgalmat, az elhivatottságot. Tehát az meghatároztak a sportbeli pályafutásodat mindenképpen a Laci érkezése. Ez így van. Tehát Laci érkezését nagy örömmel fogadtuk a mesterrel együtt. Én örültem neki, hogy akivel tényleg nagyon jól megtaláltuk a hajóba is, és a hajón kívül is a hangot, együtt tudunk készülni, és ez újabb inspirációt adott nekünk. Ugye Laci 85-ben érkezett, és akkor egy kicsit ő úgy volt ezzel a dologgal, hogy ő neki kellett egy újabb benyomás, egy olyan új élmény, ami egy kicsit még jobban fel tudta rázni, és ezt én azt gondolom, hogy ezt itt meg is kapta. És aztán jött a menetelés, ugye 86-87, és aztán a sajnálatos... Igen, de erről még ne szaladjunk előre, hiszen ott tartottunk, hogy egymást követően kétszer is nyertetek Fidel Lacival IFI VB-t párosban. Az megalapozta az első felnőtt nagy sikert. Igen. Ugye azt mindig hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy volt egy kajak 4-es 10 000. Mégpedig Mechelenben 85-ben nagyon fiatalon világbajnok lettél. Ez mekkora áttörés volt? Ez nagyon nagy áttörés volt akkor nekem, mert én abszolút kvázi rövid pályás voltam, tehát 500 és 1000 méter, tehát a klasszikus kibolyázott versenyek specialistája voltam. A 10 000 méter az egy kicsit olyan idegen volt maga a technikával, a taktikával, a helyezkedéssel, az erőbeosztással, és akkor parti kapitányunk, Parti János húzott egy nagyot, hogy akkor úgy állította föl a hajót, hogy egy nagyon jó stroke, egy vezérevezős, a Petrovics Kálmán, egy hihetetlen, elpusztíthatatlan fiatal srác a Böjti Zsolti, egy szintén már tapasztalt, nálam két-három évvel idősebb helyi Tibi, aki szintén inkább hosszú távosnak számított, és akkor azt mondta, hogy akkor legyen egy fiatalos lendület, egy robbanékonyság a Kovács Zoli személyébe, és ezt valahogy az égiek meghallgatták, és ez egy nagyon jó konstelláció volt abból a szempontból, hogy aztán a verseny végén úgy alakult a helyzet, hogy valóban kellett ez a robbanékonyság a győzelemhez. Igen. Aztán, de az alapszámot továbbra is az 500, illetve még inkább az 1000 méter így volt, van, párosban és kajak négyesben is. Mi 1986-ban sportkedvelők és valamelyest hozzáértők azt gondoltuk Montreal előtt, ami be is jött a tippünk, már kár, hogy nem totóztunk, hogy az a Csipes Gyulai Fidel Kovács négyes évekig uralni fogja a kajak négyesek, mert ez egy birodalom. Nyertetek Montrealban 86-ban, Duisburgban 87-ben, és én azt gondoltam, hogy Uramisten, meg lesz az első olimpiai bajnok a 88-ban, Szöulban, kicsit Székesfehérvárnak, kicsit Velencei tó és környékének. Igen. Tehát beérik az a munka, amit Dunai Mester megtett, és folytatjátok azt a legendás sorozatot, ami a
kajakkenus sportot jellemezte mondjuk 48-tól, ha úgy tetszik, akár még ugye parti doktort is belevehetjük, bár nem szívesen teszem, hiszen jött 88. Semmi, legalábbis nem volt előjele, mondom én, annak, tehát mi szurkolók és sportkedvelők nem éreztük azt, hogy másként fog felállni Szöulban ez a négyes. Mi történt? Igen, ez egy nagyon érdekes történet volt. Mert bocsánat, anélkül, hogy bántanám, az Ábrahám még talán a közelben volt, de a Hódosi semmiképpen sem. Igen. A következő volt a kronológiai sorrendje. 87. november-decemberre környékén parti doktor lejött a mesterhez személyesen, és megbeszélték, hogy ez a négyes védett, ugye két éven keresztül torony magasan a mezőnyt magunk mögé utasítottuk, sőt, ugye ezt nagyon kevesen tudják, hogy 87. októberében, tehát egy évvel pontosan az olimpia időszaka előtt, volt egy előolimpia, ugye ugyanúgy, mint most Tokióban, és ott nem kevesebb, három hajóval vertük a komplett mezőnyt. Tehát akik ott voltak, és mindenki jelen volt, mindenki ott volt, három hajóval nyertük. Én azt gondoltam, déjà vu érzésem volt, vissza még egy mondatra erejéig, hogyha visszaugorhatok az időbe 82-re, ugyanis ez a négyes már 82-be egyszer összeült Ifiben, és akkor egy német nemzetközi versenyen 500 négyest mentünk, és már akkor lehetett érezni, hogy ez valami fantasztikus ez a beülés. Akkor ugye még Gyuzsó sztrókolt, a Feri a második, Laci a harmadik, én a negyedik helyen, és kész rajt, és 150 méter után felnéztem, és nem láttam senkit, és így hátra kellett fordulnom, hogy nem hallottuk, hogy visszalőtték-e a mezőnyt. És nem lőtték vissza, 150-nél már több mint egy hajóval vezettünk, és ugyanez az érzés volt a szőlői előolimpián, hogy körbe kellett néznem, hogy nem lőtték-e vissza a rajtot, hogy akkor ne vezzünk már. És nem lőtték vissza, és az 1000 méter végére három hajóval, tehát az azt mondja, hogy testvérek között is több mint 30 méterrel nyertük az 1004-est, és én akkor azt gondoltam, hogy ez simán fel kell készülnünk egy évre rá, és itt csatlakoznék ugye a parti doktor látogatásához, aki azt mondta, hogy gyerekek, ez most teljesen más felkészülés, mondta ezt a mesternek, októberben van az olimpia, ilyen még nem volt, igen. Mert ugye mindig augusztus eleje közepén van a verseny, tehát ez egy jó két hónapos forma időzítésben csúsztatás van, és hát erre kell felkészülnünk. Nekünk nem kell a válogató versenyekkel semmivel foglalkozni, mi az olimpián menjünk jól. A mester ezt komolyan vette. Mi is komolyan vettük, és jöttek a válogatók, mi egy erőteljes középmezőnybe haladtunk, tényleg nem voltunk formában, nem is volt mire, mert nem készültünk rá. Na majd ezt meglovagolva a Honvéd vezérkara és a angyalmester, Angyal Zoltán, azt mondta, hogy hát nem látják biztosítottnak, hogy ez a két fiú formába fog kerülni, és akkor próbálják ki a másik két fiúval. Magába a négyesbe nem nyújtottak jobb teljesítményt, egyetlen egy előnyük volt, hogy honvédosok voltak. Honvédosok voltak. Semmi más. És arra fogták, hogy őket látták, hogy készültek egy fel. Egy világ omlott össze benned? Igen. Igen. Hogy lehet ezen túltenni a magát? Sehogy. Mert ugye a Fidel Laci végül is kiutazott. Igen, szerintem ő benne is van egy... Igen, mind a kettőnk kint volt tartalékként. És ott láttuk, hogy ugye megnyerték, csak mi ugye tudtuk ennek a beltartalmát is, hogy a Ábrahám viszonylag még valami formát tudott mutatni, Hódosi az idegi alapokon volt, hogyha lehet ilyet mondani, tehát őt éppen, hogy be tudták tenni a hajóba, de a két
klasszis közül a Gyuzsó az csúcsformában volt, tehát ő világverő formában volt. Feri meg az 1001-es után nagyon akart bizonyítani, mert ugye vezetett 7.50-ig, és aztán 9-ként befutott. Lett, tehát ő se volt rossz formában, de ő se volt toppon. És ugye akkor már nem szólt arról a fáma, hogy az utolsó időszakban edzőtáborba mentünk, és nem merték már kiállítani a két fiatal urat ellenünk, és nem tudtuk megmutatni, hogy valóban mi már ott jó formában voltunk, csak erre már senki nem volt kíváncsi. Miként tudtad ezen túltenni magad? Nekünk is óriási csalódás volt. Egyáltalán egy sportoló, amikor élete lehetőséget megkapja a formája alapján, ott a helyet tudja. Szóval ez hihetetlen történet, előfordul. Sajnos. Igen. Hát hagyd mondjam, hogy hosszú évtizedekig nem tudtam rajta magam túltenni. Ugye te vagy ennek a legjobb tanúja, hogy voltak még olyan beszélgetéseink, amikor... Nagyon mélyen voltál. Nagyon mélyen voltam. Mármint lelkileg mindenképpen. És ugye nagyon sokszor visszatérő jelleggel nagyon megérintett ez a dolog. Én azt gondolom, hogy mostanra már viszonylag le tudtam magamba tisztázni, hogy hát talán nekem ez volt megírva, ennyi jutott. Hogy lett belőled civil? Azt mondják, aki valaha is a vízisportokba belekóstol, az soha nem lesz igazából civil. Ez így van. Én élek halok a vízisportért, most egy kicsit eltávolodtam tőle, most olyan világot élünk, ahol nem számítanak az értékek, az emberi kapcsolatok, csak az, hogy én, nekem legyen minél jobb, hogy aztán kint kell ezen átlépni, vagy megtagadni egyik pillanatról a másikra, ez most már mindegy. És én azt gondoltam, hogy én most egy kicsit háttérbe húzódok, megvárom azt, hogy talán egy kicsit az emberi értékrendek talán egy kicsit kiegyenlítődnek. Úgyhogy a sárkányhajót is most egyelőre felfüggesztettem, mert ott is komoly, nagyon komoly pofonokat kaptam. Olyan... Már pedig a sárkányhajót azt te kezdted el, mint ahogy a VVS-i vezetőjeként is nagyon sokat tettél azért, hogy a VVS-i visszajöjjön, ahova tartozott. Ez most már elfelejtődött. Tehát ez olyan szinten elfelejtődött, hogy senki nem emlékszik rá. Én továbbra teszem a mostanában a dolgom, és kivárok. Tehát az is egy érdekes helyzet, hogy én nem léphetek be a VVS-i egyik telepére sem, mert a mostani vezetés így döntött, ez is egy érdekes felállás. Erről engem írásban tájékoztattak, hogy nem léphetek be, és ezt ők nagyon komolyan ami nagyon tartják. Érdekes, hiszen 2009-ben, tehát pontosan 10 esztendeje volt, amikor jó szerint az volt az országos vízisport hír, a legfontosabb hír, hogy szakmai vezetőként a VVS-i munkáját irányítod, és ráadásul ezt olyan szinten tetted, hogy elkezdtek visszajönni az eredmények ismét. Így van. Aztán menet közben valami változott, mai napig nem tudom egyébként, hogy mi, és azóta... Mondom, ahogy a csapattársak, úgy az én megítélésem, és tényleg nem tudom, hogy miért, valamiért personon gráta lettem, ez van. Mi a helyzet most? Nagyon egyszerű kérdés. Most az 55. születésnapot tájékán. Így van. Hát jövőre töltöm az 55-öt. Ráadtam a fejem, hogy egyetemre járjak újra. Ez fiatalon tart, hála jó Istennek. Elkezdtem a testnevelő tanári szakot Egerbe az Eszterházi Egyetemen. Nagyon élvezem. Csak olyan fiatalokkal vagyok körbevéve, akik a lányaim és fiaim lehetnek. És hála jó Istennek a megadatot, hogy még bírom azt a szintet hozni, amit ők. Valamibe tudok nekik példát mutatni,
valamiben fel kell szívnom magam az ő szintjükre, de ez egy folyamatos fiatalon tartás, egy karbantartást igényel az én részemről, és én ezt kihívásnak tekintem, és jól érzem magam köztük, van még 3 évem, és közben egy általános iskolában, a Pusztaszabolcsi József Attila általános iskolában testnevelő vagyok, ahol számítanak rám, és a jövő fiataljait szeretném a mozgás szeretetére oktatni, megszerettetni velük, több-kevesebb sikerrel. No, hát köszönöm, hogy itt voltál. Én azt gondolom, hogy ez a végszó remek, hiszen akinek ilyen szintű jövőképe van, az előtt ott áll a pálya, és hát a múltat pedig nem feledjük. Nem azért, mert a múltban révedezünk, hanem azért, mert hogy a te szinteden teljesítőknek helye van Székesfehérvár közéletében, sportéletében, ez meggyőződésem. Szeretnék visszajönni, eddig még a jó pár évtized alatt nem kaptam rá lehetőséget, kopogtattam mindegyik polgármester úrnál, nem tudom miért, sajnos egyelőre ez van. Én bizakodom. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm. És jó egészséget. Köszönöm. Kedves nézőink, Kovács Zoltán kajakkenő legendánk volt a vendégem. Maradjanak továbbra is velem. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra.